Sziasztok! Hoztam nektek a kínai horoszkóp szerinti jóslatokat áprilisra. Kezdjük a patkány születettekkel. Nézzük, hogy milyen változás lesz, milyen energiák jönnek. Kidobálják <laughs> a kártyákat. Döntés, lezárás, változás. Nézzük, miben lesz megújulás. Így van, több dolog van az életedben, amire nem volt megoldás. Most az akadályok elhárulnak, és ha ö, ragaszkodsz ahhoz, amit kiterveltél, akkor el tudod indítani. Sokatoknál lehet olyan, hogy ö, ha úton vagytok, valami korlátozódik, az az utazás csúszik, ha valamit terveztél, akkor később fog megvalósulni. tehát Radikális változás hónap elején több dologban pozitív dolgok vannak egyébként, tehát te magad pozitív vagy pozitív energiával az emberi kapcsolataid is azok, viszont sok ember fog belépni most az életedbe, akár munkahelyváltással kapcsolatban ö, új emberek. Anyagi tekintetben is lehet változás, egyébként, vállalkozás, munka, családi vállalkozást is mutatnak a lapok, amit el szeretnél indítani, szinte azonnal ott van az anyagi nyeresség és hosszú távú, értékes dolgok párkapcsolatban is elindíthatsz dolgokat. Tehát több vonalon neked valami megvalósul, amit szeretném, mert több dolgot látunk. Ami idáig útban volt és akadályok voltak, elhárul. Lehet, hogy új emberek hozzák neked a lehetőséget. Hú, hatalmas spirituális kapcsolódás van. Ragaszkodj ahhoz, amit elképzeltél, akár párkapcsolatról van szó, hiszen lélektársékel-lángé kapcsolódást is látok értékeket, döntéseket, az is lett, hogy összeköltöztök, hogyha esetleg a távolság akadály volt, akkor arra is lesz megoldás. Tehát anyagi tekintetben is jól tudsz vonzani, úgyhogy alkalmazd is, és így magadban. Mind a két kártyámból húzok nektek megerősítést. Pozitív dolgokat teremtek magamnak. A runakártyám üzenete. Na hát, kettőt is kaptunk. <laughs> Sobuló és Uruz. Ez a rúna a nap. Azt jelzi, hogy nagyon pozitív eredményre számíthatsz. Vitalitásod és erőd emelkedik. A megoldások, ajándékok most az öledbe hullanak. Ez egy nagyon szerencsés előjel az egészségnek és karriernek is. Használd ezt az előnyt okosan. Urúz, fordíts figyelmedet az egészségedre. Itt az ideje, hogy megfelelően tápláld lelkedet és testedet is egyaránt. Szedj vitaminokat, egyél több gyümölcsöt, tölts több időt a friss levegőn. Az energiaszinted növelésével hatékonyabban tudsz működni a hétköznapokban. Na no, nézzük a BIVA évében születetteknek, mit hoz ez a hónap, áprilisban milyen változások lesznek. Hónap elején úgy látom, hogy kommunikációban nem lesz hiány, begyorsulnak az események. Párkapcsolatér területen valami döntés, valami kitisztul, akár anyagi területen is, hiszen úgy látom, hogy a spiritualitásodnak köszönhetően, a pozitív hozzáállásodnak köszönhetően, anyagi gyarapodás, tervek megvalósulása, akár a kapcsolat sététele, tehát házasságkötés, eljegyzés, minden családi vonatkozásban minden támogatva van. Így magadban mert ott van a spiritualitás, ott vannak a jó dolgok, megérzed, hogy ki kell neked, ki nem, és mindenki fog tisztulni, hogyha valamitől féltél, vagy nem láttál tisztán, anyagi, bármilyen tekintetben, ott van a szerencse. Több dolog begyorsul. Megerősítés kérünk a kártyáimból. Jól érzem magam, jó dolgok történnek velem. Pertu, megvan a képességed ahhoz, hogy a legnehezebb helyzetből is előnt kovácsolj. Ez az energia, amelyet működtetsz, bármire képessé tesz az életben. Hagyd, hogy a világegyetem vezessen az utadon és segítsen. Neked most annyi a dolgod, hogy meghalld a belső üzeneteket, használd a mágikus erődet. A Tigris Évében születetteknek nézzük, hogy mit mutat a cigánykártyám, milyen energiák lesznek, milyen változások áprilisban. Nagy lezárások, nagy megújítások, amit régen meg szerettél volna szabadulni, és félelmeid voltak, az most minden elengedésre kerül, új energiák új emberek formájában döntések, akár külföldhöz kapcsolódóan is, tehát munka, megélhetés, költözés, külföldre költözés, minden begyorsul párkapcsolati tekintetben is, és családi tekintetben is lesz mindenre megoldás, akár költözés, akár munka, tehát ott lesz a döntés hónap végén, valami elindul. Anyagi tekintetben is lehet pozitív változás, plusz pénz, fizetése, emelés bármi, ami hosszú távon támogatva van neked. Na, nézzük a kártyáim üzenetét számodra. Mindkettőből húzok. Érzem, hogy élek, mert tele vagyok lelkesedéssel. Odin most még minden homályos és ismeretlen számodra, bármől is van szó. A róna üzenete számodra bárgy, csodálatos harmónia, minden kitisztul, mindenre lesz megoldás, nem kell elkapkodni, mert jön magától. Nézzük, hogy a nyúlévében születetteknek Mit mutat a cigány, cigány Áprilisban milyen energiák lesznek, milyen változások? Több dolog kerül lezárásra, a negatív energiák megszűnnek, emberi kapcsolatok, energiavámpírok, ez egy tudatos döntés, hiszen érzi a lelket, hogy mire van szüksége. Az is lehet, hogy valamilyen dolog derül ki, ami ö, számodra pozitív lesz majd a jövőben. Tehát titkok derülhetnek ki, családban, párkapcsolatban, a veszteségként érted meg a dolgokat, emberekkel kapcsolatban szépen ott az elengedés, és le tudod zárni. Nem lesz már bizonytalanság, hiszen a megérzéseidre, a lelket, szívet, hangjára kell hallgatni, mert több dolog van, amit meg szeretnél valósítani, és szerencsével támogatva van, tehát döntések lesznek. És meggyorsulnak a dolgok, párkapcsolat és családi tekintetben látok a változást, ami nagyon hamar megvalósul, külföldi utazás, nyaralás, hogyha arra vágtál, harmonikus kommunikáció, tehát akár többszöri nyaralás is egyébként, kisebb, nagyobb kiruccanások nyáron, nyugodtan tervezgethetsz, hiszen ö, meg tudod valósítani ott az új energia. Ne legyen kétséged, vágyaid megvalósulásra törekszenek új energiákkal. Az is lehet, hogy életminőségi változás lesz, hiszen a homályból kilépsz a fényre új dolgok, mind a két kártyámból húzok neked, mi az üzenet. Ha bízom magamban, másban is megbízok. Ehváz, most felgyorsulnak az események, itt az idő az újrakezdéshez. Lép ki a régiből úgy, hogy nem foglalkozol mások véleményével. Legyen hitett saját magadban és a döntésedben. Állj ki magadért és az igazságodért, vállalt fel magad csodálatos kiegészítés, hiszen valami kivilágosodik, lezárásra kerül, újrakezdés, életminőség, változás, bármilyen szinten a régiből ki kell lépni. Ezt megteheted fizikai síkon úgy, hogy kirendezed a lakásodat, a szekrényedet, amire nincs szükség, az elevult energiára eltávolítod, hiszen ha újat szeretnénk beengedni, szükségszerű, hogy a légit leromboljuk. sárkány évében születetteknek, mit hoz az április, milyen energiák jönnek, milyen változások. Úgy látom, hogy pozitív vagy április elején, tele energiával, így van. Szerencsés gondolatok, harmónia, így van. Vigyázni kell a betegséget, kell, azt mutatja a kártya, hogyha esetleg műtétre készül. mert sok, sokatoknál látok papíros dolgot, kivizsgálást, vagy hogyha kiszeretnéd szeretnéd magad vizsgáltatni, akkor nem, nem szabad húzni a dolgot. Így van. Több dolog, amit meg szeretnél valósítani, te, illetve a családban, házzal kapcsolatos szerződések, dolgok, költözés, kettő ingatlan nálad, a szülőknél, tehát ezek mind vegyorsulnak Így van. Még ha egy kicsit hosszabb a megvalósulás, vagy ha kisebb gátak vannak, bizonytalanságot érzel, az is el fog múlni tehát érdemes most változtatni, hiszen egy kicsit nehéz is, de bármivel, vállalkozással, házzal kapcsolatban döntések, ami, ami még nem biztos. De ott a hosszú távú eredmény, tehát hónap végére ott a megoldás, anyagi területen a lelked megerősödik, tehát ezt a pozitív energiaszintet fent tudott tartani. Jó nézzük, mi az üzenet, mindkét kártyámból húzok neked, kettő is jön, úgyhogy <laughs> úgy, hogy kihúzzuk mind a hármat. Hiszek magamban, hogy mások is higgyenek bennem. Ekváz, nézz szembe a félelmeiddel, most egy teljes életet átalakító változáson mész keresztül, ami segít felfedezni a valódi céljaidat. Erősítsd a szellemedet tudatosan, meditálj, gondolkoz pozitívan, tudd, hogy ott a fény az alagút végén. Ottila, Családon belüli pozitív változások jönnek az életedbe. Itt az ideje, hogy fogad be a megújuló energiákat. A családi kötelékek gyógyulnak. Jó időszak a házasságkötésre, gyermekáldásra. No nézzük, hogy a kígyó évében születettek. Mire számíthatnak? Milyen energiák lesznek áprilisban? úgy látom, hogy szerelemben, szívbéli dolgokban pozitív változások jönnek, kiegyensúlyozott gondolatokat látok, hosszú távú dolgok megvalósulását. Ha nincs párkapcsolatod, nagyon gyorsan bepörög valami ismerkedések, üzenetek, hamari találkozások, az is lehet, hogy máshonnan jön neked ez a társ külföldről, másik városból több lehetőség lesz, ott vannak az értékek és a lélektársi kapcsolat egyébként a pozitív kapcsolódás, tehát párkapcsolatban pozitív dolgok, így van, tehát több személy is, több ismerettség, új ismerettségek, és ott van az az élet férfi, szívkirály, illetve hölgy, aki hozzád illik, és radikális változást hoz az életedbe. Ha van párkapcsolatod, akkor is megújulás várható, és harmonizáció több dologban, ha voltak viták, kiegyenlítődnek. Tehát most a család, a párkapcsolat, a szívbéli dolgok, kiegyenlített energiák, amik most hangsúlyosak ebben a hónapban. Nyugodtan beszéltek meg mindent, harmonikus kommunikációval, amit terveztek, megvalósítható. Ott vannak az értékek kívül belül. Na nézzük, hogy mi az üzenet mindkét kártyámból. Kreatívan és könnyedén oldok meg minden feladatot. Mannaz, itt az ideje, hogy lezár néhány kapcsolatot az életedben. Vizsgált felül, mi válik a javadra és mi nem. Foglalkozz saját magaddal, lév tovább azon, ami már nem szolgált téged. Na nézzük, hogy a ló évében születettek. Mire számíthatnak áprilisban? Milyen energiák jönnek? Milyen változások lesznek? Határozottnak kell lenned, azt mutatja a kárta családi tekintetben. Ha a gyermekekkel volt némi konfliktus vagy távolság, akkor ezt észre szeretettel kell megoldani. A karmikus blokkok egyébként oldódhatnak most a családban. Olyan blokkok, amik esetleg generációs blokkok, vagy hogyha esetleg gyermekáldás szeretnél, idáig nem valósult meg, a gátakat most leteheted karmikusan. Az energiaszintedet tars tisztán vagy kérj energetikai tisztítást, írja Marika Jósnő oldalamra a Facebookra, hogy felmérjük a helyzetet, mert hónap közepére már olyan tiszta energiákkal tudsz működni. Tehát családi tekintetben oldódnak a negatív energiák. Igen, az is lehet, hogy anyukával kibékülés, mert látok itt anyukát, nagymamát, vagy családban olyan erős egyéniséget, aki olyan határozott, és egy kicsit távol voltatok egymástól. Igen, tehát nem, nem szabad fenntartani ezt a családi blokkot, ezt fel kell oldani, hogy a szeretet tudjon áramolni. De ott is van hónap végére, tehát minden megoldódik. Szerelem, szeretet, lelki dolgok, ott van az egyensúly. Így van. Na, megnézzük mindkét kártyámból, hogy mi az üzenet erre a hónapra. Amit gondolok, mondok és teszek, összhangban van egymással. Ingúz? Ez a rúna a munkát és termékenységet jelképezi. Pozitív előjel a pályafutásod során. Most van itt a tökéletes idő, hogy kiugrást érj a karrieredben és nagyobb célt szolgálj. Ne haboz megvalósítani, amit régóta tervezel. Na no, nézzük a kecske évében születetteknek, mit hoz ez a hónap, milyen energiák lesznek, milyen fordulatok. Sokatoknál várat a gyermekáldás egyébként. Nem most lehet tervezni, hiszen ott van a szeretet, ott van a szerencse, le tudtok zárni olyan karmikus terheket, generációs blokkokat. Érdekes, hogy sok mindenkinél kijön ez, hogy egy kis lélek lakkal születni, ahol akadályok vannak, de ezt le lehet zárni, ezeket az akadályokat. Tehát érdemes a családi blokkokat feloldani, tisztán tartani az energetikai rendszerünket, megbocsájtunk magunknak, levesszük az átkot, rontást, bármi ami miatt nem tud megvalósulni valami. ha esetleg távolság van a gyermekeddel, vagy vitatkoztatok, le kell zárni ezt az energiát, hiszen ott van a szerencse. Párkapcsolati téren egyébként nem látok rossz dolgokat, ott álltok egymás mellett. Szerencsével mindent meg tudtok beszélni, hiszen ott van a lelki kapcsolódás. Ha párt keresel, akkor... Ikerlángi lélektársi kapcsolat megvalósítható kommunikációval, tehát hónap végén már valami új dolog beindul. Ha nézzük, mi a kártyáim üzenete számodra. Őszintén értékelem mindazt, ami most van. Ansúz, tud, hogy erős vagy. Itt az ideje, hogy hallgass az intuíciódra. Kapcsolódnod kell belső magodhoz, és feltárni képességeidet. Bíz az isteni útmutatásban. Nézzük, hogy a majom évében születetteknek, mit hoz ez a hónap, milyen fordulatok lesznek, milyen energiák, mire kell vigyázni. Családi kapcsolatokban lehetnek viták, blokkok, testvérel, anyukával, apukával. Érdekes, hogy most lehet, hogy olyan energiák vannak, ami gyógyulást hoz mindenkinek a családi blokkok, karmák, generációs blokkok feloldásában meg kell beszélni a dolgokat, leszületendő gyermekeknél is elhárulnak az akadályok, ha a gyermeket tervezel, akkor megvalósítható, tehát tudatosan tudunk tenni, feloldani ezeket a kapcsolatokat energetikai tisztítással. A segítségre van szükségetek, a Marika Jósnő Facebook oldalamon fel tudom mérni, hogy mi a probléma. Beszélni kellene a családtagokkal, hogyha fennáll nálatok ez a blokk, Gyerekekkel, anyuka, apuka, mert megoldható, épít az ideje, hogy feloldjunk mindent. Így van, isteni áldás lesz rajtad, meg tudsz valósítani mindent, nem kell félni, amit tervezel, azt örömmel meg tudod valósítani, ott egy új ingatlan, költözés, bármi ezzel kapcsolatos dolog, ami most támogatva van neked, és elindul nálad, vagy a családban, költözés, ingatlanadás, vétel. Nézzük a kártyáim üzenetét számodra. Mit, mit üzen? Minden helyzetből kihozom a legjobbat, hiszen támogatva vagyok. Isa, most erősítsd a koncentráló képességedet és az akarat erődet. Ez a luna a jég, ami azt jelzi, itt az ideje elmélkedni magadon. A dolgok befagytak az életedben, most türelmele van szükséged, mert még nem döntöttél valamiben, ne blokkold az energiádat, dönts és lépj. Így van, ha a család be van fagyva. Rossz energiák vannak, fel kell oldani, hiszen a jég az feloldható. Na nézzük, hogy a kakas évében születettek, mire számíthatnak. <laughs> Pár nagy változás. Hónap elején valamit elenged, lezársz és megszabadulsz a negatív energiától. Így van. Tehát hosszú távú dolgok megvalósulása, amit terveztél, és nagyon nehezen jött össze, akár anyagi tekintetben, akár családi tekintetben. Ezek a blokkok szépen ö, hónap elején megszüntethetők, nem kell stresszelni, hiszen ha munkát keresel, vagy anyagiakban szeretnél valamit elindítani nálad, vagy a párodnál is ott van a szerencse. Csak ö, bízni kell, így van. Tehát ha munkát keresel, akkor ott van a szerződés. Több választási lehetőség, tedd bele az energiádat, dönts szíved szerint, hiszen pénzörapodás várható, hónap elején valami kivilágosodik, a blokkok eltűnhetnek, tehát dolgozz magadon, tisztítsd az energiarendszeredet, a szívcsakrádat, és amit eltervezed, és még nem látod akkor is, tarts ki a gondolatod mellett, légy határozott, mert lesz mindenre megoldás. Így van, tehát nem, nem szabad a félelmet pörgetni. Hónap végére ö, stabilnak látlak, tiszta energiával, tehát tegyél magadért, tisztíts magad, és ott vannak a dolgok, amik idáig tolódtak az életedben. Tehát stabil vagy a jövőben. Mindenkit csak magáért tehet. Senki nem oldja meg helyettünk a problémát, csak magunk tudjuk elindítani azt az energiát. Na nézzük, hogy mi az üzenet. Mindkét kártyából húzok. Bocsánatot kérek mindenért magamtól és másoktól is. Bunyó, itt az idő a pihenésre, állj meg, lassulj le. Ehhez megkapsz minden támogatást. Fordíts figyelmedet a szeretteidre, töltsetek több időt együtt, hogy töltekezhes pozitív energiákkal, a feltétel nélküli szeretet erejével. Szervez közös programokat. Na nézzük, hogy a kutya évében születetteknek. Mit hoz az április? Milyen energiák jönnek? Milyen változások lesznek? Nagyon ki akart jönni. Úgy látom, hogy stabil vagy, a vágyaidat meg tudod valósítani. Tiszta gondolatokkal azt üzeni a kártya, hogy betegség tekintetében a hastályékra kell figyelni, mert esetleg a stresszes helyzetek ott megjelenhetnek. Így van. Családban, vagy nálad lehet pénzügyi kiadás egyébként. Tehát több váratlan dolog, amire ki kell adni, de az is rendeződik. Párkapcsolatot, ha van, akkor ott van a szeretet, ott van a szerencse. Ú, ha új párkapcsolatot szeretnél, ott az új energia, egy gyönyörű, harmonikus kapcsolatot vagytok egymás mellett. És azt üzeni a kártya, hogy nyugodtan fektess bele az energiádat, a kreativitásodat, legyél játékosabb, ott áll a szerencse. Lélektársi, ikerlángi kapcsolat, pozitív kapcsolódás, akár a mostani, akár egy jövőbeni, hiszen új energiákat látunk, meg kell beszélni a dolgokat, mert hosszú távon minden gyümölcsöző. Így van, családi tekintetben sem látok problémát, születéssel kapcsolatban is lehet próbálkozni, hiszen itt is egy olyan ö, karmikus családi kapcsolatot látok, nagypapa, nagymama, bárki, aki vissza akar születni a családba. Na nézzük, hogy a kártyáim üzenete mit mutatnak neked. Na nézzük. Mindent megkaphatok, amit csak akarok, az univerzum szeretete végtelem. Ken az, itt az idő arra, hogy fejleszd a kreativitásodat, művészi képességeidet. Bármit is tevékenykedsz, amiben örömödet leled, a lelkedet táplálod vele. Minden, mindez hozzásegít ahhoz, hogy megoldj egy problémát. Engedd el a szorongást, a félelmet, egy régi szokást, vagy sérelmet, hogy tisztállás. Na nézzük, hogy a disznó évében születetteknek mit hoz ez a hónap áprilisban. Mi várható? Úgy látom, hogy több dolog megvalósul, ami esetleg korlátozva volt, új energiák, csodaszép lapok, több dolog, kettő dolog, pénzzel kapcsolatos dolgok megoldódnak, költözés látok, új pénz energiaforrást, házzal kapcsolatos dolgokat, külföldi munka, külföldi költözés, szinte minden olyan akadály elhárul, ami idáig fent állt tehát új energia, mert új munkahelyet is mutathat a kártya, tenni kell érte azt, üzeni a kártya, ott van a kommunikáció, mondd el több embernek, ha munkát keresel, tehát lesz segítség, lesz ajánlat, a külföldre akarsz menni, akár egy barátnő, vagy bárki, aki neked tud segíteni, aki őszinte, így van, de több ember is. Tehát csodálatos lapok több dolog megvalósulása, amíg átolva volt anyagi területen, házzal kapcsolatos dolgok, külföld, neked kell kezdeményezned, kommunikáció, ha az energia ott van, akkor az eredmény is ott van. Na nézzük, hogy a kártyáim mit üzennek neked. A mosoly nem kerül semmibe, ezért alkalmazom nap, mint nap. Turisáz, Tisztítsd az aurádat, növeld az energiaszintedet, a túl sok akódás legyengíthet. Védd le magad az energetikai támadások ellen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Ha tetszett a videóm, akkor osszátok meg, lájkoljátok. Csodálatos is kívánok nektek úgy, ahogy elterveztétek.